Kedves nézőink, a Mozgássérültek aktív egyesületének Rolling Country tánccsoportja jótékonysági bált rendezett szombaton. Az eseményen mi is ott jártunk, kérem, tartsanak velünk! Már nem az első alkalom, hogy az Ajka Rendeki iskola torna termébe fellépnek kerekes táncos produkciójukkal, de úgy tudom, hogy a mai rendezvényt önök szervezték, és jótékonysági célra ajánlották fel a bál bevételét. Igen, ez már nem az első jótékonysági rendezvényünk, ez már a harmadik ilyen bál. Most egy olyan célt próbáltunk keresni, amit úgy gondoltuk, hogy minden ember fontosnak tart, és ugye ez a Magyar Imre Kórház gyermekosztályának az anya szállásának a berendezési tárgyaira szeretnénk fordítani ezt az összeget. A Magyar Imre Kórházzal már előtte is megvolt a kapcsolat, vagy most keresték a kapcsolatot, hogy ki az, akinek lehetne felajánlani a bál bevételét? A Magyar Imre Kórházzal úgy volt kapcsolatunk, hogy az egyik doktornő, a dr. Pollák Éva gyermekgyógyász az Ajkai Country Clubba táncol, és gyakorlatilag egy napon vannak a próbáink, szerda délután szoktunk összejönni, és először van a kerekesszékes csapatnak a próbája, majd jönnek úgymond lábon járók, és a doktornő abba a csapatba táncol, és amikor gondolkodtunk, hogy kinek ajánljuk fel ezt az összeget, kézenfekvő volt, hogy ő rá gondoltunk, és felvetette ezt a problémát, hogy gyakorlatilag ez egy hiátus, egy hiánya a kórházba, úgyhogy kézenfekvő volt így, hogy nekik ajánljuk fel ezt a bevételt. Kiket vártak a mai rendezvényre? Azért ez nem kis, nem rövid gála műsor volt, hiszen 5 órakor kezdtünk, és tulajdonképpen 8 óra után lett vége a rendezvényüknek, illetve a rendezvénynek nincs vége, hiszen most kezdődik a tánc és a mulatság. Igen, tehát ez egy érdekes dolog, mert ennek a jótékonysági esnek volt még egy célja, az pedig az, hogy szerettünk volna felhívni a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra, amit egyelőre úgy látunk, hogy a kisebb cégek, közepes cégek, maximum egy-két nagy vállalat támogat, és a bálnak szerintem a 80% kából befolyt bevételt, az pedig a jó értelembe vett kis emberek fogják felajánlani a kórháznak a javára. Kik léptek fel a mai rendezvényen? Azért az előbb már említettem, hogy 5 órakor kezdődött, és bő 3 órás volt a rendezvény. Igen, tehát igyekeztünk ezt a mai napot a tánc és a zene ünnepévé tenni. Főként countrys csapatok léptek fel, Nagy Alásonyból, Ajkáról, Herendről, Felsősről érkeztek countrys csapatok, és ugye, ahogy lehetett is látni, sajnos név szerint nem tudom elmondani, de csodálatosak voltak a gyerekek, az akrobatikus rock'n'rollt mutatták be, és voltak ezek a páros táncok, amikor a két fiatal pár táncolt, nekem ez nekem ez megmelengette a szívemet, és ugye, ahogy mondtad is az előbb, most jön a buli része, a Crazy Jam Country Band fog játszani, és remélhetőleg, hogy az előzetes meghozta a kedvet a közönségnek a táncra, és részt vesznek a további buliban is. Hogyan fogadták a felkérést a Kerekesszékes Egyesülettől, hogy az Ajkai Gyermekosztály anyaosztály kialakítására ajánlják fel a mai bálnak a bevételét?
Hát először is meglepetéssel ért, ugye én kerekesszékesekkel együtt február óta táncolok, és egy gyakorlatilag egy próba kapcsán odaérkezvén kérdezték meg, hogy ők felajánlanák a bálnak a bevételét, amit természetesen nagy örömmel vettük, és nagyon örültünk, mert minden fillér szükségeltetik a szállás kialakítására. Természetesen a helyet a kórház adja, de ugye berendezésre a mai szűkös keretek között nincs elegendő pénz, és mi minél komfortosabban szeretnénk ezt létrehozni. Mit jelent ez? Hogyan képzeljék el a tévénézők ezt az anyaosztályt? Aki ismeri az Ajkai Kórházat, az tudja, egy Y épület maga. Az Y egyik szárában van a csecsemő gyerekosztály 33 ágyjal. Sajnálatos módon nem volt kialakítva 72-be az anyaszállás, illetve az a lehetőség, hogy az anya gyerekkel együtt tartózkodjon benn. Viszont most kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy az Y másik szárnyát, ami korábban a fülorgégészeti osztály volt, átalakították, és ott egy korszerű anyaszállás van, légkondicionálással, zuhanyozóval, néhány korteremben a WC és a zuhany is benn van, néhány korteremben a zuhany. A nagyobb kortermekben viszont nincsen ez, de a folyosó végén egy nagyon korszerű zuhany és WC lehetőség van, ahol a szülők tartózkodhatnak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire szeretnék költeni ezt a pénzt. Mondta az előbb, hogy ennek a szállónak a berendezésére, de konkrét elképzelésük van esetleg, vagy mi az, amire nagy szüksége lenne a szállónak? Hát mivel az összeget nem tudjuk, és én nagyon sok pénzt el tudnék költeni, néhány szobában már ágyat, matracot tudtunk biztosítani, illetve az Ajkai Csecsemő Gyerekosztálynak az alapítványa ágyak mellé zárható szekrényt, éjjeli szekrényt, illetve nagy pakoló szekrényt biztosított. Tehát ha én most gyorsan végig számolom, egy olyan 10-12 szülőt le tudunk fektetni. De természetesen nincsenek függönyök, nincsen szőnyeg, illetve több szobát szeretnénk még, mert egyre nagyobb az igény, hogy nappal édesanyja tartózkodik, éjjel meg az édesapa van a gyerek mellett, és ugye én úgy gondolom, hogy nem koedukáltak ezek a kórtermek, tehát akár van nekünk kifejezetten apa szobánk is, ahol az édesapák töltik az éjszakát. Ez akkor azt jelenti, hogy ha a tévénézők közül bárki ingerenciát érez arra, hogy segítse a kórházat, akkor ezt megteheti, de hogyan? Az alapítványunk, az Ajkai Csecsemő Gyerekosztály alapítványa a Sane Vivere egészségesen élni alapítvány, és szeretettel várjuk a felajánlást bárkitől. Tehát, hogyha bárkinek otthon van egy megunt televíziója, vagy netán függönye, szőnyege, paplan, matrac, akármilyen? Természetesen. Én több alkalommal nem szégyellem, facebookozó vagyok, és rászorultunk monitorokra, tévékészülékekre. Legutóbb éppen egy vizsgáló ágyat tudtunk ennek segítségével megvenni, mert ugye sajnos módon a keretek szűkösek, és igen, tehát amikor bármilyen szükségünk van, akkor azt mi jelezzük a lakosságnak, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon maximálisan mellénk álltak, és mind számítógépekkel, monitorokkal tudtak segíteni nekünk.